Sok-sok angyal szállt már három emeletnyi mélybe, ugye nagyon sok cikket tudunk már, akik ebbe haltak bele. Nagyon sajnáljuk, és az ilyen mocskok miatt, akik csak magukra tudnak gondolni, csak arra, hogy neki meglegyen a fizetése, és akit őt pénzelik, azt tudja tenni, és ő az, aki lelkésznek tanult, tehát ez mindenképpen gáz egy kicsit. Itt éppen beszélgettem egy hölgyel, aki most van itt közöttünk először, és azt mondja, hogy nem lehet-e, hogy ez egy új gyarmatosítás. Hát dehogy nem. Ez egy új gyarmatosítás. El akarják venni a házainkat, a földjeinket, államosítani, gyarmatosítani. Hát ez az, amit nem hagyunk. Mert hogyha hagyjuk, akkor végünk ebben az országban. És mi nem szeretnénk, hogy végünk legyen ebben az országban. Itt szeretnénk maradni, és meg fogjuk védeni a házainkat és az országunkat. Nincs más hátra a mai napból, mint ugye a szokásos plakátolás, tehát a véleményünket kihelyezzük a kerítésre, illetve előtte ugye fel fogom olvasni, hogy miket fogunk tenni. Lesz még három felszólalónk, és azzal fogjuk majd utána bezárni ezt a rendezvényt. És hogy mit hoztunk? Tehát először is hoztunk egy köszönő plakátot. Köszönjük a 256-ot, a haverok és a megbízók, az Orbán, a Mesterházi, a Kövér, a Gyurcsány és a többiek, illetve a Csányi, a Tócsányi is igen, a Csányi, a Kovács Levente és a bankok. Tehát ők köszönik, hogy ezt a 256-ot megszavazták nekik. Két Csányi. Ki fogjuk tenni, hogy a 256 az egész társadalmat mély szegénységbe szorítja? Hát ezt is kitesszük. Kitesszük azt, hogy nem tetszik, hogy 256 a lakosságnak és 180 a csókosoknak, a kormány és a bankárok lepaktáltak egymással. Akik ilyet megszavaznak, azok bűnözők, azok hazárulók, és gyilkosok. És mivel így van, mivel egy öngyilkosságban taszítanak másokat, így gyilkosok is. Bona Zoltán beállt ebbe a képbe. És a gyarmatosítók érdekeit szolgálja, kapom itt a sugást. Vér tapad a kezükhöz. Véres kéz lesz a kapuján Bona Zoltánnak is. Nem tudom, hogy fog elszámolni a családjának, hogy fog elszámolni a választóinak. Egy kérdést is adtak itt nekem. Anyádnak mi a napi árfolyama? Hogyan forintosítanád? Ez nagyon tetszik egyeseknek ez a dolog. Valamiért már így kell velük beszélni. Szegény mama tehet róla, nem tehet róla. Nyilván időben kellett volna két maflást adni neki. Én annak idején kaptam, amikor nem jól viselkedtem. Talán ezért fontos az igazság. Mi viszont azt mondjuk, hogy már nem adós vagyok, hanem károsult. Már nem tartozom, hanem kártérítést követelek. És ehhez tartjuk magunkat. A kormány feláldozza a lakosságot a bankok érdekeiért, és ebben, mivel megszavazta, Bóna Zoltán is benne vagy. Kicsit kifejtve, hogy nem adós vagyok, hanem károsult, és nem tartozom, hanem kártérítést követelek. Így van, és azt mondja itt a hölgy nekem, hogy azok az adósaink, akik ide juttatták az országot. Így van. Követeljük, hogy a bankok kártérítést fizessenek az adósoknak. Követeljük! Mert hogy? Azt hiszik, ezek így a bankokkal karöltve, hogy az ellopott malacnak a füle és a farka jár csak vissza. Nem. Visszajár a malac, és visszajár az összes olyan kár megtérítése, amit azzal szenvedtünk el, hogy a malac nem volt nálunk évekig. Erre van egy képletünk, ez kint van és meg is található a Facebookon, hogy mit fogadunk el képletnek. Kártérítést kell fizetni a bankoknak, legalább olyan reális képlet, mint amivel most az adósok fizetési kötelezettségét fogják kiszámolni. Felhívásaink is vannak, hogy ne fizess, mert a bank halála a pénz hiánya. Ha az emberek abba hagyják a fizetést, akkor a bankok bele fognak dögleni, de nem csak a bankok, hanem a korrupt politikusok is, mert őket a bankok fekete pénzei tartják fönn, ők finanszírozzák a választási kampányukat. Sem 256-on, sem 360 forintos euróval nem fizetünk uzsorát.
Mi már eldöntöttük, a csapat nagy része semmit nem fizet a banknak. Itt a felhívásunk, az összes eddigi Magyarországot nyomorba döntő párt és szervezet áthúzva, és az embereknek, hogy ne fizess, ne teljesíts nekik, mert abból élnek, amit mi teljesítünk. Hagyjuk abba simán, és utána nem lesz nekik semmi alapjuk. Ne fizess! Alakítsuk meg a devizahiteles önvédelmet, mert mi nem fogunk belepusztulni ebbe a mocsokságba, megvédjük magunkat. Egész egyszerűen ez úgy néz ki, hogyha valamelyik kifosztó jön az én házamért, akkor én lelövöm, mint a szart. Mint egy kutyát? Mint egy kutyát, nem kutyát, azt ne lőjünk, de ezeket igen. Tehát ha valaki el akar jönni az én házamért, az tudja meg, hogy le lesz lőve. És felhívom minden rendvédelmi dolgozó figyelmét, hogy ne kísérje az én házamhoz a végrehajtót. Jöjjön egyedül, ha mer, de onnan nem megy el élve az egész biztos, és én tudom nagyon jól, hogy sokan vannak így. Ez a devizahiteles önvédelem nem fizetsz, és ha el akarják venni a házadat, akkor le fogják lőni. Hát ezeket a plakátokat tegyük ki, és addig szintén dalban üzenünk Bona Zoltánnak. Ezt a nagy plakátot vegyük le. Így van, pontosan. Gondolkodni se kell, hogy mit rakjunk ki, nem? Van ragasztó? Sikerült? Akkor ragasztom. Kicsi a izé szalag. Kicsi. Ezt keverek, hogy minden is jelenti. Térjen össze.